Javában takarították a tó környékét, a bokrok körül és a kiállító borászatok is pakoltak hétfőn délelőtt az érsekkertben. A 4 napos egri bikavérünnep után ismét helyreállt a megszokott rend és nyugalom az egriek kedvelt sétáló helyén. Több egri lakos szóvá tette, hogy ahogy az ilyen nagyszabású rendezvényeknél lenni szokott, sokan szemeteltek. A szervezők a Városgondozás Eger Kft.-vel és az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel szerződésben minden nap tisztították a kertet, a hét első napján pedig végső takarítást végeztek. Fokozottan odafigyeltünk egyébként a napok folyamán is a tisztaságra. Tehát csütörtöktől kezdve mi folyamatosan fokozottan figyelt a cégünk arra, hogy minden rendben legyen, és a tisztaság az alap legyen a lakosság számára, illetve az ide látogató vendégek számára is. Én úgy gondolom, hogy minden nap olyan 10 óra körülre már helyreállt a rend. Az előző napi esetleg hulladékot eltávolítottuk, rendbe tettük a közterületet, ma pedig a mai nap folyamán pedig a végtakarítást teljesen elvégezzük. Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Napi több alkalommal ürítette ki a szemetes edényeket. Délután 2 órára teljesen helyreállt a rend az érsekkertben, az idén is nagyon népszerű egri bikavérünnep után.